Szeptember 4-én átadták a Stop Shop második ütemét, így három új áruházzal gazdagodott Gödöllő. Az 1500 négyzetméteres bővítést a vásárlóerő növekedése indokolta, így az üzletkomplexum mérete elérte a 9800 négyzetmétert. Gémesi György polgármester örvendetesnek nevezte, hogy a fejlesztési stratégiának megfelelően haladnak a beruházások, és ezen a területen, ahol a 90-es években semmi sem volt, már a színvonalas kereskedelmi park várja a vásárlókat. Tóth Tibor alpolgármester szerint egy igazi közösségi tér van kialakulóban a Dózsa-György út mellett. Városunk körül annak, hogy ebben a gazdasági nehézségekkel bíró világban is egy ilyen kereskedelmi központ, amit a hátunk mögött látunk, tud fejlődni. Ezzel bővítve nem csak a város, hanem az egész agglomeráció, a gödöllői térségnek a minőségi szolgáltatás színvonalát, bővítve ezzel a választékát. És nem csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy bővül a kereskedelmi funkció, hanem arra is, hogy elkészült egy járdaszakasz, melyet a kereskedelmi szereplők támogattak, és most van folyamatban a skatepark beruházása, melyel nem csak egy kereskedelmi, hanem egy közösségi funkciót is kap ez a területrész, és gyakorlatilag mind a vásárlók, mind a fiatalok igénybe tudják venni ezt a területet. A beruházást dr. Gémesi György polgármester, Tóth Tibor alpolgármester, valamint az Imofinance Group képviselői, Sipos Balázs, a Stop Shop magyarországi üzemeltetési vezetője, és Lukás Schwarz, a magyarországi ingatlanfejlesztés vezetője adta át.